Átvettem a megbízó levelét az alakaros új önkormányzati képviselője, Cirákiné Pakulár Judit. A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. ügyvezetője vég Andor helyére került be a testületbe, hiszen az eredetileg negyedik helyen bejutó véget nemrégiben kinevezték a helyi fürdő vezérigazgatójának, így lemondott a mandátumáról. Cirákiné 2002-től vesz részt a helyi politikai életben, két cikluson keresztül az alpolgármesteri tisztet is betöltötte. Én Becsületemre és is fogadom. Becsületemre és is fogadom. A fürdőváros képviselő testületem a soron kívül ezett. Az első napi lenni pont volt az új képviselő beiktatása. A 2019-es önkormányzati választáson a függetlenként induló Cirekiné kapta a legtöbb szavazatot, szám szerint 341-et, azon potentátok közül, akik nem kerültek be a hatfős testületbe, így a törvény előírás szerint ő vett, tehát a Fidesz-KDNP jelöltjeként 372 voksot kapó, Végandor helyét. Ezúton is köszönöm annak a 341 szavazónak, aki 2019-ben rám szavazott, hiszen ők tényleg rám szavaztak, nekem nem volt plecsni a nevem mellett, és én tudom, hogy ők bíznak bennem, és várják, úgyhogy én azt tudom felkinálni, amit eddig is, az elmúlt 20 évben, hogy hozzám bátran lehet jönni. A telefonszámom nyilvános, hogyha valakinek gondja van, megkereshetnek, és igyekszem képviselni a dolgaikat. A váltás után az alakarosi testületben két kormány Párti, valamint négy független képviselő szerepel. Alapvetően egy kompromisszumkész és kompromisszumkereső ember vagyok, és ezen túl meg megoldáskereső is. Én azt gondolom, hogy fogok tudni velük együtt dolgozni. Nyilván lesznek olyan kérdések, amiben nem értünk egyet. Elképzelhetőnek tartom, hogy komoly viták is lesznek, de ez hozzátartozik a képviselői munkához, és majd demokratikus alapon megszületnek a döntések. Érdekesség, hogy Ciráki László, Ciráki népakulál Judit férje, 2018. január 1-től 2020. április 7-ig vezette az alakarosi fürdőt, majd az ő helyét vett át Podlovics Péter. Podlovics 2022. áprilisáig volt az intézmény élén, majd jött az újabb váltás, és lett egy rövid átmeneti időszak után vég Andor a fürdő első embere.